A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott határozata rendelte el. Február 25-én délután Darázsi Kálmán Munorváros polgármestere Dezsőfi Andor bizottsági elnökkel együtt helyezett el koszorút a munori emléktáblánál. Február 26-án a délelőtti órákban Pogácsás Tibor államtitkár a következő gondolatokkal emlékezett az áldozatokra, majd elhelyezte a megemlékezés koszorúját. Minden nemzetnek megvannak a jeles napjai, minden nemzetnek megvannak a hősei, és minden nemzetnek a történelemben vannak olyan időszakok, amelyek vitát generálnak. A mi közelmúlti történelmünk még mindig nagyon sok vitát generál, és ez természetes, hiszen bár egyre kevesebben, de még élnek azok, akik átélték az előző évtizedeket, élnek azok, akik a 45 utáni zűrzavaros időszakban akár egyik, akár másik oldalon politizáltak, majd a diktatúrában pozícióban voltak, vagy éppen elszenvedték a diktatúra okozta nehézségeket. Persze egyre kevesebben vannak, sajnos, hiszen az idő telik, és ez a természet felejárója, de emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell már csak azért is, mert nagyon sokak törekszenek arra, hogy ennek az időszaknak, a kommunista diktatúráknak az időszakának a bűnei, azok feledésbe merüljenek. Messze nem arról van ma már szó, hogy felelősöket keresünk, messze nem arról van szó, hogy pellengére állítsunk valakit is. De arról mindenképpen beszélnünk kell, hogy volt egy olyan korszak, elsősorban Kelet-Közép-Európában, amely korszakban véget ért a demokrácia, amely korszakban az elnyomásé lett a szó, a hatalom, és az emberek egy teljesen irracionális világban éltek, nem is ismerve azt, ami a nálunk szerencsésebb országokban, szerencsésebb területeken megvalósulhat. Február 25-e egy tulajdonképpen egyszerű ember kapcsán lett a jeles nap, hiszen Kovács Béla kisgazda politikus az, akinek az elhurcolása, a meghurcolása miatt került a mai nap kiválasztásra. A parlament döntött ugye 2000-ben arról, hogy ez a nap legyen a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Persze erről a napról mindig megemlékeztek, nem csak hivatalosan emlékeztek meg itt. Monoron is Kaltenecker Ferenc vagy Kaltenecker Feri bácsi, mindenki így ismerte, rendszeresen ezen a megemlékezéseken, itt volt egy évvel ezelőtt hunyt el, hiszen ő a diktatúrának olyan túlélője volt, aki megjárta a gulágot, aki kényszer munkán volt kénytelen részt venni, és bizony hosszú-hosszú hónapok, évek után tudott hazajönni. Tavalyi évben ő elhunyt így. Az az utolsó hiteles szemtanunk, aki átesett ezeken a megpróbáltatásokon, ma már elment. De én azt gondolom, hogy emlékeznünk kell, az iskolában tanítani kell ezekről a borzalmakról, tanítani kell a demokráciát, tanultani kell mindazt, ami megelőzheti, hogy a diktatúra visszatérjen. Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira.